Komáromi Zoltánnal, az Együtt egészségpolitikusával folytatjuk. Jó estét kívánok! Köszönöm. Mindig azt csináljuk, hogy amikor jön egy jó hír, akkor utána ön lelombozza az egészségügyben dolgozókat. Remélem most nem így lesz. Ugye a jó hír az most az, hogy egyszeri bérjutatást kapnak például a nővérek, az ápolók, 2-3 vagy 4 hetű alapbérünknek megfelelő összeget még karácsony előtt. Jó hír? Vagy a lágyérzetet kell figyelni? 37 éve dolgozom az egészségügyben, és az ember ezeknél a híreknél mindig arra kérdez rá úgy magában, hogy és akkor ez mennyi lesz? Mennyi lesz? Tudjuk? Nem tudjuk, mert ugye ez a jövő évre beígért béremelés, amit most előre hoznak. Tehát az is kérdés, hogy ez egy egyszeri adomány, mint az Erzsébet utalvány, vagy pedig beépül az alapbérbe, és utána ez alapján fizetik a túlórát, az éjszakai pótlékot, egyebeket. És az, hogy 1 vagy 2 vagy 3 heti bér, akkor számoljuk ki, azért nagyon kevés az a nővér, akinek az alapbére 150 ezer forint. És most nettó összegre beszélünk? Ugyanis azt lehet elkölteni. Így van. Ha 150 ezer forintot veszek, akkor egy heti bér nettó 50 ezer, de mondom, ilyen nagyon kevés lesz. Aztán 100, illetve nem is jó számoló. Nem is 50, 40, kevesebb. 40 vagy 40-nél valamivel kevesebb. De hát ennél is nagyobb baj az, hogy például azt a kérdést is föltettem magamban, hogy például a háziorvosi körzetekbe dolgozó nővérek kapnak-e ilyen pénzt. A fogászati asszisztensek kapnak-e ilyen pénzt, mert ők is egészségügyi szakdolgozók. Aztán hozzáteszem megint csak magamba megkérdezve, hogy az egészségügybe dolgozó, de nem egészségügyi végzettségűek mikor kapnak már végre fizetést? Azok a gépkocsi vezetők, technikusok, villanyszerelők, karbantartók, akik nélkül leáll a kórház abban a pillanatban. És ugye ezekre nincs válasz, mert ezek nincsenek leírva. Ebben egyrésztről igaza van, másrésztről, ha itt ülne még egy fideszes politikus, azt mondja, hogy na, az ellenzéknek soha semmi nem jó. Most erre van keret, most nekik tudnak adni. Bocsánat, hogyha egy kórházba az egyetlen vagy két villanyszerelő, aki dolgozik, éjszaka nem megy be, hogyha valami probléma van, akkor leáll a kórház, és mentőkkel át kell vinni a másik kórházba, mondjuk az intenzív osztályon ápol 10 beteget. Az vitán felül, hogy az ő munkájuk ugyanolyan fontos, világos, de most csak ez a nem tudnak mindenre adni pénzt. Hogyha elmegy, körbenéz akár egy kisvárosba, majdnem 2-szer annyit kap, mert hogy szakember hiány van. Egy könyvelő, vagy egy pénzügyi szakember, aki megint csak kell ahhoz, hogy a kórház ki tudja fizetni mondjuk ezt a béremelést, az, ha elmegy a versenyszférába, többszörösét keresi. És nincsenek fiatalok, tehát a nyugdíjba, valaki eléri a nyugdíjkorhatárt, akkor elzavarják nyugdíjba, és a fiatalok meg ennyi pénzért nem akarnak jönni. Fejtse meg azt, hogy most is kijött egy európai jelentés arról, amit ugye eddig is tudtunk, hogy az egyfőre jutó egészségügyi kiadás a legalacsonyabbak között van Magyarországon az unión belül. Miért nem költünk többet egészségügyre, amikor mindenki mert látja, Orbán hogy nem Viktor stimmel? Orbán Viktor nem szereti az egészségügyet, azt mondták neki a tanácsadói, hogy nem lehet plusz szavazatokat szerezni, ezért ő inkább a fotbalt, a TAO, a stadion és ezekre a dolgokra költi azt a pénzt, meg a várba épít magának egy rezidenciát, abból a pénzből, amit simán az egészségügyre kellene költeni, nem csak most, 10 éve. Hát mondjuk nem tudom, hogy a Luxemburggal és Andorrával nem bíró magyar válogatottra költött pénzek mennyire növelik az önnépszerűséget. Mennyivel jobbak vagyunk mi magyar orvosok, mint a német orvosok, mert ennyi pénzből is tudunk gyógyítani. Ezt már Mikola István is megmondta, hogy ő azért büszke a magyar orvosokra, amikor itt vannak, jöttek az amerikaiak, és hogy ennyi pénzből ilyen eredményeket értünk el. Csak sajnos vannak olyan eredmények, amihez viszont kellene pénz, és például ezért vagyunk utolsók, megint csak az Európai Unióba, az elkerülhető nem fertőző betegségek miatt elvesztett életévekbe, ami ugye azt jelenti, hogy a 25 évtől 65 éves korba meghalt betegek, akik ilyen betegségben halnak meg, azok megmaradhatnának, ha jó lenne a szűrés, a prevenció, az alapellátás, a gyógyítás, és Bulgáriával osztozunk az utolsó helyen, de úgy lemaradva, hogy ki sem merem mondani a számokat. Ha most nagyon-nagyon csúnya, hideg, racionális fejjel gondolkodunk, akkor tényleg igaz ez, hogy felesleges az egészségügyre többet költeni, mert egy olyan feneketlen zsák, de ha 2-szer ennyi költségvetési forrás dobnánk, akkor sem lenne látható az eredmény? Egy hete olvastam valamelyik heti labba, most már nem emlékszem melyikbe, Ónódi Molnádóra, 168 óra. Akkor 168 óra, és azt írja, hogy a betegek hallgatnak, és az orvosok is hallgatnak.
Ez egyszerűen nem érthető, hogyha ennyire fontos, mert nyáron, amit csináltak közvéleménykutatásokat, 53-73%-ig az első helyre tette mindenki, iskolázottságtól, földrajzi környezettől, de még pártpreferenciától függetlenül is, hogy az egészségügyben van a legnagyobb, és azt kellene elsősorban rendbe tenni. És ezek után, amikor Sándor Mária kiment tüntetést szervezni, akkor az ő legszűkebb kör, nem azt mondom, hogy baráti köre ment ki. Amikor egy kisvárosban, bár tényleg olyan probléma van, hogy lehet, hogy be kell zárni az osztály, a kórházat, mert bár az utolsó sebész is azon gondolkodik, hogy elmenjen, akkor senki nem áll ki azért, hogy emberek kapjunk már észhez. Miért nem? Nem tudom. Én ezt egyszer nem tudom megérteni. Vagyunk néhányan, akik egyrészt az interneten, másrészt amilyen felületet kapunk, azon próbáljuk elmondani észérvekkel, hogy mit kéne tenni, hogy ne halljon bele a fél ország, de úgy néz ki, hogy süket fülekre talál. Politikusokat nem is nagyon várom, hogy aki nem ezzel foglalkozik, az ezt megértse, de a lakosoknak a saját bőrükön, az édesanyjuk, a nagynényük, a gyerekük bőrén kell, hát hogy érezzék. A lakosok, aki teheti, kimenekíti magát a közegészségügyből, a magánegészségügybe, irtózatos anyagi erőfeszítések, családi összefogás árán most már lehet tudni, akár hiteleket vesznek föl. Egyébként kicsit hasonló a folyamat az oktatáshoz, mert ott is hasonlóan de ez jó. Menekítik ki az embereket. Ez jó. Vagy egyébként 3 hetet vár, vagy 4 hetet vár egy alapvető diagnosztikai vizsgálatra, és amikor rákérdeztem a járóbeteg szövetségnek a vezetőire, hogy körülbelül mennyi pénz kéne ahhoz, hogy a járóbeteg ellátásban a várólistákat 2 hétre leszorítsuk, tehát ne 2 hónap, hanem 2 hét legyen, kiderült, hogy évente 6-7 milliárd forint kellene hozzá, csak azt mondták, hogy most már vigyázni. Mennyi volt a szombathelyi stadion? 15 milliárd? Jó, ezt minden évben bele kellene tenni. Ennek ellenére, viszont azt mondták, hogy nagyon nem merik kérni se már, mert ha megkapnák az intézmények azt a pénzt, nem lenne szakemberük, nem lenne hozzá az szakasszisztens, mert mondjuk egy röntgen felvételhez kell egy röntgen szakasszisztens, aki ugye megcsinálja a felvételt. Nem, már orvos sincs. Hát nézzük meg, a röntgen radiológusok járnak 2-3 helyre, 2 órákat, 3 órákat, meg távleleteznek, hogy megéljenek, de egy intézmény nem tudja nekik megfizetni azt a munkát, mert nincs rá keret, hogy ott letöltse a 6 óráját. Annyira egyértelmű kampánytéma lenne az egészségügy, csak annak alapján, amit most itt 8-9 percben elmondott, miért nem vevők erre annyira az ellenzéki pártok? Nem tudom. Az ellenzéki pártok egyébként még vevők, ugyanis amikor Kincses Gyula körbetrombitálta a pártelnököket, hogy ő csinálna egy olyan konszenzus konferenciát, ahol minden párt, egyébként meghívta a Fideszt is, csak nem jöttek el, a Jobbik eljött egyébként érdekes módon. Jobbik mostanában sok meg a két farkú kutyapárt is elküldte a delegátusát, hogy nézzük meg, hogy az egészségügyet hogy lehetne úgy rendbe rakni, hogy mi az a közös, amit egyébként mindenki fölvállalna, ha kormányra jut. És érdekes módon egy jó 4 oldalas anyag lett, amit egyébként figyelmébe ajánlanám a jelenlegi egészségpolitikusoknak, mert bele van írva minden pont, például, hogy hogy lehetne a hálapénzt megszüntetni. Erre körülbelül az a 9 párt, aki ott volt, teljes mértékben egyetértett. És mi dolgoztunk nyáron ezen az anyagon, és ki is adtuk a kezünkből, országgyűlési határozatot nem tudtunk belőle csináltatni. És hol tart az MSZP egészségügyi programja? Most ez kicsit furta, hogy ezt egy együttes politikustól kérdezem, de ugye ott maradt el a történet, hogy Botka László önt fölkérte, hogy ezt dolgozz. És meg is csináltam azt a munkát, ami az MSZP programját, amit ők ideadtak, hogy ők ebbe gondolkodnak, ezekbe a keretekbe gondolkodnak. Ezt én egy kicsit a saját számíze szerint, meg a realitásokat ismerve, meg hozzáigazítottam ehhez a közös minimum tételhez is. Most viszont el vannak foglalva országjárással, meg ilyen részországgyűlésekkel. Hallottam egy olyan pletykát, hogy ön beírták részországgyűlésen felszólalónak, csak elfelejtettek szólni, hogy legyen is ott. Megbeszéltük, csak ez egy félreértés volt, ugyanis Gőgös Zoltán megkérdezte, hogy ráérek azon a napon, mert hogy lenne egy frakcióülés Ajkán, és ott kellene egy fél órába elmondani, hogy hogy áll ez a program, és én ugye ebből a 3 mondatból úgy vettem, hogy le kell menni délelőtt, elmondom a frakciónak, hogy mi van, ilyen volt már korábban is Hajdúszoboszlón. Erre kiderült, hogy ő azt hitte, hogy valaki más már elmondta nekem, hogy ez egy lakossági fórum lenne,
És akkor ez egy nappal előtt, amikor kiderült, akkor mondtam, hogy jó, de hát nincs autóm, amivel most le tudnék menni, tehát valahogy technikailag komoly sem. Komoly nehézségekkel küzd az ellenzék. Igen, igen, hát vannak ilyen szituációk, de szerintem ez a felpörgetett ritmus, ami most szerintem arra vonatkozik, hogy meglegyen végre a 106 ellenzéki jelölt, és az minden körzetbe egy induljon, hogyha ennek végre eredménye lenne, azt hiszem, akkor megéri ezeket a kis bosszúságokat túlélni, és akkor utána már a tényleg... A szakpolitika jön utána. Hát jön a szakpolitika, mert ez érthető az embereknek. Én egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy a választási törvénynek a anomáliáit mindenki megérti, de az, hogy hány falut lát el egy orvos, vagy hogy egy 2500 fős körzetbe az egy orvos, egy nővér az kevés, vagy hogy hogy a sürgősségén 8 vagy 10 vagy 12 órát kell mert várni. A 460 szakorvos helyett 160 dolgozik a rendszerben. Hiányzik 300 szakorvos. Hát persze, hogy sokat kell várni. Na, akkor erre várjuk az ellenzéki javaslatokat. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Szívesen.